Fennállva hallgassuk meg ünnepi istentiszteletünk alapigéjét, Pál apostol levele az efézusiakhoz, annak első részéből az első két verset. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglalja el a gyülekezet a helyét. Talán szokatlan, hogy egy levél köszöntéséből választok ige hirdetésre textust. Megmondom őszintén, hogy négy ember igazából repetázni is fog a mai Isten tiszteleten, akik a múlt heti Enterifin gyűltek össze, hiszen már akkor is ezt fejtegettem nekik, ezt a köszöntést. Most egy kicsit részletesebben fogok erről beszélni, de aki már hallotta, történetesen az egyik konfirmandusunk is, azért érdemes lesz figyelni, mert Isten igéje minden egyes alkalommal megszólít, formál bennünket, így hallgassuk figyelemmel. Ennek a köszöntésnek az alapján öt dolgot szeretnék kiemelni a gyülekezet számára. Szó lesz Pálról, a feladóról, hogy kicsoda ez a Pál. Szó lesz arról, hogy miért is ír ő levelet, milyen felhatalmazásban, talán kicsit szemtelenebbül meg is kérdezhetnénk, hogy honnan veszi ő a bátorságot. Mit kezdhet az ember Isten akaratával, hiszen itt olvassuk azt, hogy Isten akaratából elhívott apostol. Szó lesz arról, hogy kicsodák azok a szentek és hívők, akiknek szól ez a megszólítás, ez a levél, és tulajdonképpen mit is kaptak ezek a szentek és hívek Istentől. Amikor azt a nevet olvassuk, hogy Pál, ezzel a kis rövid szóval találkozunk, igazából egy komoly történet van mögötte. Hiszen ennek a férfinek nem ez volt az eredeti neve. Nem akarok itt a jelentéssel, meg ennek a hangzásával játszani, úgyhogy én ezt most mellőzném is, de fontos tudni, hogy egész másképp indult ez a férfi. Elindult valahonnan, és megérkezett egy számára teljesen ellenkező élethelyzetbe. Új nevelet, és ezzel új életet is kapott. Az igehirdetés olvasmányaként olvastam fel az ő bizonyságtételét. Talán nem derült ki elsőre, de ez az ő védőbeszéde volt Agrippa király előtt, amikor Pál apostolt már elfogták. És ebben a védőbeszédben írja le, hogy honnan is indult ő, hogyan vélekedett korábban Jézus Krisztusról és az ő tanítványairól. Ő egy nagyon komoly vallási irányzatnak, a farizeusi zsidó vallási irányzatnak volt a képviselője, amiről elsőre talán rossz véleményünk van, mert mindig ők a negatív szereplők az evangéliumban, de fontos tudni, hogy az az igyekezet, amivel ez az irányzat fogadott bármiféle tanítást, vagy bármiféle új jelenséget, és amiért ellenségesek is voltak Jézussal sokszor, az pont abból a törekvésből adódott, hogy ők egyszer babiloni fogságba kerültek, és amikor hazatérhettek, akkor nagyon komolyan ügyeltek arra, hogy a tanításukat tisztán tartsák és megtartsák. Persze minden emberi szokásos törekvés azzal jár, hogy aztán görcsösség lesz belőle, és nagyon sok esetben még csak nem is éri el azt a célt, amit szeretnének nagyon. És ebből a vallási irányzatból származott Pál is, és úgy volt az egész kereszténységgel, képviselőivel és Krisztussal, hogy neki az útjában áll. Utálatos volt számára, veszélyesnek tartotta a zsidó népre, pont azért, mert hogyha eltérítik a népet Istentől, akkor újra olyan veszélybe kerülhetnek, mint a fogságba kerülés idején. És ő nem akarta ezt elviselni. Üldözni akarta ezt az egész társaságot, akiket később keresztényeknek hívtak. Az embereket és a tanítást egyaránt. Ő neki esze ágába se volt, hogy egyszer meg fog térni, és ennek a Krisztusnak a szolgája lesz, és hogy ennek a hitnek a egyik legjelesebb képviselője lesz. Így érkezik el a damaszkuszi úthoz, hogy tényleg semmit nem akar tulajdonképpen Krisztustól csak üldözni. Öldökléstől lihegve, azt olvassuk más helyen, ki akarja élni minden ellenszenvét,
hogy a keresztényeket elpusztítsa. És itt éri el végül Jézus ébresztése. Azért emelem ki ezt ennyire, mert nagyon fontos az, hogy Isten bárkit, bárhonnan, bármilyen állapotból meg tud szólítani és el tud hívni. És van, amikor így szólít meg bennünket, ilyen drasztikusan. Pál hatalmas fényességet lát, leesik a lóról, majd három napra meg is vakul, és rögtön ez az esemény azt az alázatot fakasztja a szívébe, hogy az első kérdése, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És amikor megtudja, hogy Jézus szólítja meg, akkor már nem vonakodik, nem mondja, hogy jaj, nem, hanem azt csinálja, amit ez az Úr mond, úgy, ahogy mondja neki. Kicserélődik ez az ember, megváltozik az élete. Egy a maga indulatai után szaladgáló emberből Krisztus akaratát követő, Krisztus akaratát beteljesítő ember formálódik. Az az ember, aki eddig másoknak szenvedést okozott, aki másokat üldözött, szenvedést elviselő, üldözött keresztény lesz. Persze nem csupán üldözött ember lesz. Nem ezzel akarjuk a konfirmandusokat se hívni a gyülekezetbe, gyertek, legyetek keresztények, akkor majd üldözni fognak titeket. Hanem Isten evangéliumát hirdető emberek lehettek, amiben adott esetben nehézséget is kell vállalni. De miközben öröm és nehézség együtt van jelen a keresztény életben, ebben az életben folyamatosan mellettetek áll az a Krisztus, aki ugyanúgy hív titeket is, ahogy Pál itt elhívta. Ez a Pál kártékony emberből egyből hasznos emberré válhatott, aki ezért a hasznosságért kész volt áldozatot is hozni. Ezért nevezzük ezt az eseményt talán így már nagyon, sokkal többek számára ismerős pálfordulásnak. Mert teljesen kicserélődik az élete. Átfordul és elindul egy másik irányba, abba az irányba, ahova Jézus mutatja. Ezt takarja ez a három betű, hogy Pál válasz arra a kérdésre is, hogy ki írja ezt a levelet. Egy olyan ember, aki teljesen kicserélődött, aki új nevet és új életet kapott Jézustól. És ez több, mint papírforma. Több annál, mint mondani szokták, hogy hát én is hívő vagyok, meg én is keresztény vagyok, hiszek valamibe, hiszek a gondviselésbe. Emögött a változás mögött valódi tartalom volt, valódi kapcsolat azzal a Jézus Krisztussal, aki egyedül végezte el minden emberért a megváltás munkáját. És erre a hívásra és erre a válaszadásra valódi életváltozás állt be Pál apostol életébe. Mert új teremtés jött létre. Mert nem Pál erőlködött, hanem Jézus munkálkodott. Ő hajtotta végre az egészet. Úgy, ahogy a terepasztalon is a kisvasút csak egy irányba tud menni. Aztán valaki egyszer csak benyúl, egy sokkal nagyobb, mint a terepasztal résztvevői, azok a kis bábuk, meg a vasutak, és átkapcsolja a tápegységet. És hirtelen elkezd tolatni. És már egészen új irányt tud venni. Nyilván Pál nem tolatott, hanem megfordult, de remélem azért értjük a képet. Nem arról van szó, hogy visszakoznunk kell, hanem hogy egy új életben járhatunk Jézus által. Minden példa sántít egy kicsit. Olyan ez, mint a feladatlap az asztalon, amelyiknek két oldala van. Amikor megfordítják, az enyémnek most nincs másik oldala, de amikor megfordítják, akkor ott egy egészen új feladatsor kerül elénk. Egész más képet ad ezután az esemény után. Nyilván nem a lap forgolódik, hanem megint valaki külsőleg szól bele az állapotába. Vagy amikor a túrázó az erdőben rossz irányba megy, és van valaki, aki aztán útba igazítja, és mutatja, hogy pont az ellenkező irányba kéne menni. És aztán célba jut ez a túrázó. Addig bolyongott, és aztán utána végre célba érkezhet. Ez történt Pál apostollal, és ez történhet minden hívő emberrel. Konfirmandussal, kicsivel és naggyal egyaránt. Gyülekezeti taggal, aki esetleg vendégként van itt, vagy már régóta jár ide, hallgatja Isten igéjét, ez mindig megtörténhet minden emberrel, aki kész Isten igéjét befogadni. A kérdés csak az, és szintén megint nem csak a konfirmandusokhoz, hanem minden itt ülőhöz, hogy van-e már neked ilyen új neved, nem az, hogy Pál, nyilván, és van-e új életed, ami nem csak névleges, ha már itt névről beszélünk, hanem valóságos, ami tartalommal bír. Olyan élet, ahol napi kapcsolat van Jézus Krisztussal, ahol nem csak a bajban imádkozunk, hogy jaj, Istenem, segíts meg, mint a lövészárokban, a háborúban,
ott mindig rengeteg hívő ember van, hanem olyan élet, amiben napi kapcsolatunk van az Istennel. Ilyen élete lehet annak, aki ezt a hívást elfogadja. Olyan élet, ahol nyitva van minden nap a Bibliánk, és abból megértünk valamit, és ahhoz igazítjuk az életünket. Ez nagyon jó, amikor nagyon okosak vagyunk már, és mindent tudunk, melyik igehely hol található, de vajon látszik-e az életünkön. Olyan élet ez, amikor mint valami mértékhez igazítjuk az igéhez az életünket. Ahogy a következő igevers is mondja, szintén ebből a levélből, az Efézusi levél 5. részéből, hogy mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Azért tartom ezt fontosnak, nem azért, mert konfirmáció van csupán, hanem ha erről a történetről beszélünk, Pál apostol megtéréséről, akkor fontos tisztában lennünk, hogy ma egy olyan nyugati civilizációba élünk, egy olyan nyugati társadalomba, annak ellenére, hogy mi talán a legkeleti felébe élünk, ahol annyira üres a kereszténység, annyit beszélnek. Keresztény Amerikáról, keresztény Európa skandálják most a migráció kapcsán, és többségében kimarad a Krisztus. Háborúkat indítanak Jézus nevébe. Emlékszem, a terrortámadás után, pont 2001. szeptember 11-én, bizonyos szempontból évfordulója is van ennek a terrortámadásnak, és nyilván nem akarok gyászos hangulatot kelteni bennetek. Rögtön jött az, hogy a keresztény Amerika háborút indít a terrorizmus ellen. Csak ebben nem volt semmi krisztusi indulat. Elnökök, akik álnokok, pártok, hivatalok, egyházak egyének skandálják a szavakat, de a tartalom kimarad. Valójában a keresztény Európának, a keresztény nyugati társadalomnak többségében semmi köze az élő Istenhez. Ezért nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat megcsalatni, mert egy ilyen társadalomban hat ez a vonzás, hat ez a sekélyesség ránk is. Ha lenne ennek az Európának, ennek a nyugati társadalomnak valódi köze, akkor nem az elmúlt 70 év bombázásairól, erkölcstelenségéről, önzéséről, környezetszennyezéséről, vagy szemfényvesztő gazdaságpolitikájáról lenne híres a mai keresztény Európa. Amit a mai nyugat képvisel, az nem evangelizáció és nem misszió. És ennél többre hív bennünket az Isten. Ennél több valósult meg ennek a Pálnak az életébe. Ezért nagyon fontos, hogy nekünk van-e új nevünk és új életünk. Tisztába kell lennünk vele ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk, vagy sem. Vagyis azzal. Mert ha igen, annak életváltozás lesz a következménye, amit szintén nem nekünk kell erőltetni, amit majd ő végez el. Sőt, akkor az eddigi utaink helyett új utakon fogunk járni. Olyanokon, amelyeken talán soha nem lett volna bátorságunk elindulni. Olyan utakon, amit nem mi találunk ki, hanem az Atya, de ez a legjobb út a számunkra. És pont számotokra, talán fiatalok számára a leghangsúlyosabb. Akik most kezdtek majd el pár év múlva a saját utaitokon járni, kezdtek kibontakozni, nagyon fontos az, hogy ez az út a magatok által választott út, vagy egy olyan Isten kezébe vagytok, aki szeret titeket, aki mindent tud, aki a legjobbat akarja nektek. Mert ez derül ki itt Pálról is. Nem csak az, hogy új nevet és új életet kapott, hanem hogy ő apostol. És ez a szó azt jelenti, hogy küldött. Ő Jézus Krisztus küldöttje. Ezért ír levelet ennek a gyülekezetnek is. Ezen a jogon. Mert őt Krisztus küldi. És ha Krisztus küld valahova, akkor ezt meg tudom csinálni. Akkor lesz bátorságom véghez vinni, ha ez egy hatalmas hegynek tűnő feladat is. Ez a Pál írta le, az a nagy apostol, aki több gyülekezetet szervezett, amikor a korintusiakhoz ment, hogy félelemmel és rettegéssel mentem közétek. A keresztény ember is sokszor bevehetetlennek látja az akadályokat, amit az Isten által kijelölt úton kap. De véghez tudja vinni. Meg tudja harcolni. Itt van egy sportoló és a konfirmandusok között. Valószínű, hogyha megkérdeznénk, amikor a versenyeire készül, akkor biztos nem úgy érzi, hogy hát ez könnyű. Mindegyiket megnyerem. Úgyis én vagyok a legjobb. Lehet, hogy ilyen hozzáállással is mennek be sportolók a pályára, vagy leállnak az asztal elé, de nagyon fontos az, hogy küzdelem vár ránk, az nem jelenti azt, hogy ennek nincs öröme, ennek nincs diadala. Pont azért, mert egy olyan Isten biztosít bennünket,
aki mindent jól tud és mindent eltervezett nekünk. Pál nem a maga nevében beszélt, és még csak nem is a maga hitbeli látása szerint, hanem Isten küldöttjeként. Nem véletlen, hogy több levele a Bibliának az alap kánonja lett, az alap része lett. Azért, mert nem azt mondta, amit ő gondolt, hanem mindig azt mondta, amit Jézus Krisztus rábízott. És sokszor ez bátorítás volt, biztatás, de adott esetben fedés, helyreigazítása egy-egy gyülekezetnek is. De mindig igét mondott, helyét mondott igét. Ez az új szövetség prófétasága. Sokszor szokták kérdezni, hogy mi történt a prófétasággal, annyian voltak az Ószövetségben, velünk mi van? Mindnyájan ilyen szempontból proféták lehetünk, mert a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel a prófétaság lelke, és a helyén mondott igének a mondása. Ennek a férfinek nem voltak külön útjai, hanem az Isten küldöttje, prófétája volt, és habár biztos voltak tervei, álmai, és biztos volt, amit nehéz volt neki is elengedni, de mindig azt tette, amit az Isten mondott neki. És voltak olyan tervei, amit megvalósíthatott, és voltak olyan tervei, amit félre kellett tenni, mert az, hogy az Isten szolgája volt, az félre ne vezessen benneteket, nem egy megbilincselt szolgáról beszélünk, hanem egy olyan ember lehetett, aki ebben a szolgálatban végre szabad volt. Már nem a haragja, nem az indulata, nem a gyűlölete, nem a beszűkültsége uralta, hanem olyan igazi szabadságban élt, amiben a végre a helyén lehetett, véghez tudta vinni azokat a feladatokat, ami rá volt bízva. Ebben a feladatban az Isten uralkodott, de mégis egy szabad ember munkálkodott az Isten szolgálata alatt. És ezt kínálja nekünk is. Ahogy egyik szép dicséretünk mondja, oda megyek, ahova parancsolod. És ez talán megijeszti, főleg a fiatalokat. De nem arról szól Isten hívása és Isten uralma, hogy be akart titeket kalitkába zárni. Hanem ahogy Pálnak is kiteljesedhetett a kezében az élete, ezt kínálja mindnyájunk számára. Nem magától csinálta mindemellett Pál, mert nagyon szép példa, de sokszor nekünk olyan távoli lehet, hogy hogyan fogjuk mi végrehajtani. Mert volt már Pálnál korábban is valaki sokkal nagyobb, aki ilyet mondott és ilyet csinált, hogy nem az én akaratomat cselekszem, hanem az atyájét. És Jézus volt az a tökéletes és rendíthetetlen példa, aki ezt az igét is kimondta, hogy nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogy az atya mondta nekem. És Pál ezért tudott szintén ilyen rendíthetetlen, ilyen kitartó lenni. Azért, mert Jézus Krisztus munkálta benne, az ő szent lelke és igéje által, hogy képes legyen megcselekedni mindazt, ami rábízatott. Ez a következménye, és ez a jelzője is az új életnek, hogy valóban abban járunk, hogy ilyeneket végig tudunk vinni. Ha viszont az új életben ez lehetséges, akkor ez nem valami távoli, ókori minta élet, amit Pál apostol élt, és amiben gyönyörködhetünk, aztán szomorúan nyugtázzuk, hogy nekünk ez nem megy. Hanem ez mindennapi valóság lehet nekünk, szürkek és mezei hívőknek, nekünk hétköznapi hívő embereknek, akik nem alapítunk gyülekezeteket. Mégis teljes valóság lehet számunkra, mert akik szeretik az Urat, és akik hallgatják az ő igéjét, befogadják, és aszerint akarnak élni, azoknak Isten ígéri ezt, hogy véghez viszi bennük az ő jó tervét és jó munkáját. Az ilyen ember kérheti és meg is kapja, hogy ilyen engedelmes életet, ilyen győztes, diadalmas életet éljen. Egyikünk elől sincs elzárva. 10 évesektől se, és sokkal idősebbektől se. Jézus követésének, az engedelmességnek a művészei lehetünk. Pont az ő vele való kapcsolat által, az ő szeretetéből. Mintha úgy válnánk festővé vagy szobrásszá, hogy egyszerűen csak imádkozunk, kérjük, és utána mondjuk faragunk mi is egy Laokon csoportot. Vagy éppen festenénk egy freskót a templom mennyezetére. Azért nem akarok senkit hiú ábrándokba ringatni, ne csodálkozzon, hogy egy imádsága után továbbra is csak egy pálcika figurát tud rajzolni, mert ez is csak szemléltetés. Viszont a Krisztus követésében, az ő küldöttségében ez teljes valóság lehet mindnyájatok számára. Ha azt akarom, hogy Isten teljesítse be rajtam az akaratát, és kérem, akkor ő ezt elvégzi.
még akkor is, ha számomra nem csak hogy nehéz, hanem talán még ellenszenves is. Nekünk mennyire ismerős ez a fajta élet? Történt már velünk ilyesmi? Vagy még csak az kéne? Van annyi dolgunk, nehogy még Jézus elküldjön valahova. Pedig nem kell megijednünk, mert bár elsőre ijesztő, hogy az Isten el akar küldeni különböző helyekre, Jónás is az ellenkező irányba futott, mert pont a legellenszenesebb néphez küldte Isten. És néha meg is teszi az Isten, hogy pont olyan helyekre küld bennünket, ahova nem akarunk menni. De nem azért, hogy kitoljon velünk, hanem mert meg akar erősíteni, de közben meg is segít bennünket. Nem vagyunk soha magunkra utalva. Az ő szent lelkének közössége, ereje valóságosabb és biztosabb, mint ez a templom, amiben ma összegyülekeztünk. Többször jártam már úgy, hogy Uram, csak oda ne. Bárhova, csak oda ne. Jártam így két szolgálattal kapcsolatban is, jártam így iskolával kapcsolatban is. És végül azt kellett megélnem, hogy az Isten olyan patrónusom volt, hogy szent lelke és igéje által annyira megerősödtem, hogy nem lett volna ember, aki legalább annyira vagy nála jobban megtartott volna, segített volna véghez vinni azokat az akadályokat, amik elém tornyosultak. Én világéletemben féltem még a megtérésem előtt, hogy egyszer mozgássérült teszek. És amikor a gyülekezetemben először meginvitáltak, hogy menjek egy mozgássérült csoportba szolgálni, hát akkor azt mondtam, hogy ki van zárva. Aztán hát, mert még friss, buzgó hívő voltam, mondom, jó, lemegyek egyszer megnézni, de már tudtam, hogy oda be nem teszem többet a lábamat, elmentem egy ilyen karácsonyi szeretett vendégségükre, és amit láttam, az még jobban megijesztett. Úgyhogy futottam, mint a nyúl, és el is terveztem, hogy soha többet nem találkozok velük. Aztán a vezetővel összefutottam egy vasárnapi istentisztelet után. És nem csinált semmit. Nem győzködött, nem adott egy jó prospektust, hogy itt a legjobb keresztényként szolgálatot végezni. Egyszerűen csak kérdezte, hogy jövök-e újra közéjük. És nem tudom, mi történt velem, de képtelen voltam nemet mondani. Ilyen nagy ereje van, és bátorítása az Isten szent lelkének. Nagyon fontos az, hogyha ezeket nem merjük kipróbálni, nem merünk neki engedni, akkor hihetetlen gazdagságtól fosztjuk meg magunkat. Én az alatt a 14 év alatt, vagy 11 év alatt pontosan nem tudom, miközben ezek között a mozgássérültek között szolgáltam, annyi szeretetet, gazdagságot, felszabadult csendesetet sehol nem éltem át. És mi is így lehetünk. Ha van már ilyen új életünk, akkor szabad tovább menni. Szabad nagyobb feladatokat bevállalni. Szabad bevállalni küzdelmeket. Nem kell megtorpanni a következő akadálynál. A távolugró se úgy van, hogy megugorja a 2 métert, és akkor következő hónapra vagy következő versenyre kitűzi magának az 1 méter 10 centit. Hanem pont a 2 méter 10 centit fogja kitűzni. Persze nekünk nem hívő rekordokat kell dönteni, de ne ijedjünk meg, ha legközelebb az Isten többet akar bízni ránk. Ez pont azt jelzi, hogy hűségesek voltunk már azon, amit eddig vállaltunk. Lehet, hogy eddig egy kis csoportot vezettünk, lehet, hogy ma még csak a tegnap kezdődő szülők szombatjának egy kis csoportját vezetjük, és lehet, hogy holnap után már egy egész közösség adatik és bizatik ránk. Soha nem tudhatjuk, mit akar az Úr velünk. Aztán lehet, hogy valami csendesebbet, hiszen ez az Istennek való szolgálat soha nem a népszerűségről szól. A ti számotokra sem. Akik még talán soha nem próbáltátok ki, mert fiatalok vagytok és kicsik. Jeremiás, az egyik ószövetségi próféta, azt mondja az Úrnak, hogy ő nem megy szolgálni, mert ő ifjú és kicsi és tehetetlen. És Isten nem azt mondja, hogy hát megértelek, Jeremiás, olyan kis aranyos vagy, bájos és puha tollú csibe, hanem azt mondja, hogy ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova küldelek. Pont, és itt lezárja az elhívását. És ebből a Jeremiásból a legszenvedőbb ószövetségi próféta lesz. Mindent el tud viselni. Összeverik, pöcegödörbe dobják, minden rossz. És ez megint lehet, hogy nem jó marketing itt a konfirmandusoknak, hogy gyertek ilyen életre, mert nem kell minden keresztény embernek ilyen életet élnie. De az a biztosítékunk, hogy bármilyen életet is kell élnünk, számunkra könnyűt vagy nehezet, az Isten fog megtartani. Mert a könnyű legalább annyira veszélyes lehet, mint a nehéz.
Nézzétek meg az összes hollywoodi sztárt, mi történt velük a nagy sikerben. Elszálltak. Nem tudtak megmaradni. Hát nem azért lesz a világ többségének híres embere, szenvedélybeteg, drog, alkoholfüggő, és mindenféle botrányostól híres, mert a könnyű élet olyan valójában könnyű. Minket semmi nem biztosít, hogy megmaradjunk. Minket csak egyedül az élő Isten tud biztosítani. Ezért nagyon fontos, hogy arra az útra, amire ma is hív bennünket, merjünk ráállni, mert az lesz a legjobb nekünk. És aki még nem próbálta, az mindjárt kezdhet egy nagy ugrással. Megpróbálhatja, hogy Jézus, ad nekem kérlek ezt az új életet. És segíts oda mennem, ahova te akarsz. Pál az utolsó volt az apostolok között, aki el lett hívva, mégse késett le semmiről. Legaktívabb szolgálója lett az Istennek. És ezzel át is lépünk az ige hirdetés harmadik pontjához, hogy Pál nem csak új életet, új nevet kapott, nem csak küldött apostol lett, hanem Isten akaratából apostol. Azért tudott ő annyit tenni és akkorát tenni, mert az Isten akarta. Mert nem ő mondta, hogy én most legyűröm a többi apostolt, hiszen én úgyis olyan későn érkező voltam. De mi tulajdonképpen Isten akarata? Ez egy olyan titokzatos fogalom. Szoktunk ezzel dobálózni. Mit akar az Isten? Nem elvont ez? Lehet erről valamit tudni? Megkapjuk postán, hogy ma ezt és ezt csináljuk? Meg lehet ezt egyáltalán érteni? És igen, meg lehet érteni. Az Isten igéjét olvasva egyre hangsúlyosabb és nyilvánvalóbb lesz számunkra. Egy ilyen ige hirdetés alatt, és pont ennek az ige hirdetésnek a hallgatása alatt is megérthetitek, kedves testvérek, hiszen most erről fogok beszélni egy kicsit mélyebben. Isten akaratának van egy általános megnyilvánulása. Ez múltra, jelenre és jövőre mindig ugyanaz volt, az és az is lesz. Másként nyilvánult meg az adott korokban. Másként fejtette ki és fejezte ki az Isten. De a célja mindig ugyanaz volt. Neki öröktől fogva az az akarata, hogy közössége legyen minden embernek vele és egymással. Ezért beszélgetett már az Édenbe az emberrel. Ezért adott neki feladatot, megbízást, hogy mélyítse ezt a kapcsolatot. Próbáljuk ki mi is, hogy mennyivel mélyebbek lesznek azok a kapcsolatok, ahol van közös munkatársi viszony. Olyan jó volt itt szombaton látni, szombat este itt sürögtek, forogtak erre, vagy péntek este erre a tegnapi csendes napra a gyülekezeti tagok. És eszembe jutott, hogy nekem a legtöbb mély kapcsolatom pont ilyen sürgés forgásokból, az Úrért való közös munkából adódott. És Isten is így szánta, ezt szánta az embernek már az Édenbe. És szánt neki emberi közösséget is, nem csak magával való közösséget. Ezért teremtette meg Isten az embertársát, az asszonyt, aki nem csak pup volt a hátán, mert erre sokan szeretnek úgy visszamutatni, igen, és aztán el is bukott az ember. Ők ketten együtt rontották el azt, amit elronthattak. És aztán, amikor ez megtörtént, az Isten nem fejezte be velük, hanem volt a jelenre is egy akarata. Az, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot, ami ott az Édenben megromlott, amit sikerült elrontani. Azt akarta, hogy Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása által Istennel helyreálljon ez a kapcsolat, és helyreálljon egymással is. Hihetetlen, hogy még a legnagyobb szerelmek is, akik összeházasodnak, pár éven belül tönkre tudják tenni a kapcsolatukat. Azért nagyon fontos, hogy mindig ezzel kell kezdeni, amit Isten kínál. Először a vele való kapcsolat, és ebben megújulnak az emberi kapcsolataink is. Az emberekkel egymással való kapcsolatunk megújul, ha Istenhez közeledünk. Mert ahogy egy hittanos ábra mutatja, amit én láttam még egy fiatalabb koromban, ahogy közeledünk Jézus Krisztushoz, egymáshoz is egyre közelebb kerülünk. Ezért járunk tulajdonképpen egyházba. Ezért hívogatunk gyülekezetbe olyat is, aki még soha nem volt itt, és ezért hívunk titeket, benneteket is rendszeresen. Lehet, hogy sokan úgy gondoljátok, hogy végre letudtuk a felkészítő órákat, most már nem kell többet jönni. Nem fogunk kényszeríteni benneteket, viszont hívogatunk minél többeteket, hogy gyertek ifjúsági csoportba, gyertek közösségbe, mert ezért járunk ide. Azért, hogy Jézushoz is közelebb kerüljünk, és hogy egymásra is hatással legyünk. Legyen kapcsolatunk egymással, és legyen hatásunk egymásra.
hogy mi is formálódjunk és változzunk, hogy megnyilvánuljon rajtunk, hogy ez egy másfajta közösség. Ez nem olyan, mint a country club, ez nem olyan, mint egy munkahely, ez nem olyan, mint egy iskola, hanem ennek a közösségnek, ennek a kapcsolatrendszernek, amit mi itt megélünk, Jézus Krisztus az alapja, és vannak más következményei, mint általában az emberi kapcsolatoknak. Tulajdonképpen tegnap az egyik fiatal olyan frappánsan felelt az egyik kérdésre, hogy mi az egyház feladata, Isten igényének hirdetése. És tényleg ez az egyház fő feladata, de nem csak szavakkal lehet hirdetni Isten igényét. Azzal, hogy eljöttök, itt vagytok, megélitek az Istennel való közösséget, és az egymással való közösséget sokkal emelkedettebben, sokkal dicsőségesebben az Isten nevére, és sokkal békességesebben a magatok számára, ezzel tulajdonképpen igét hirdettek. Mert az egyház tulajdonképpen a Krisztus teste, és az ige is maga Krisztus. És hogyha Krisztus teste rendben van, azon nincs semmiféle sömörgőzés, ahogy az igébe olvassuk, akkor az látványos, annak jó illata van, annak vonzó ereje van. Általában, ami jól szokott működni, ezt úgy nem nagyon kell eladni. Nem is akarjuk mi eladni az egyházba vagy gyülekezetbe járást. De higgyétek el, az lehet az ige hirdetésünknek az egyik nagy-nagy szelete, és bizonyos szempontból motorja is, hogyha ezt a közösséget valóságosan megéljük, és láthatjuk mások felé. Persze időnként mi is kisiklunk, veszekszünk, megromlanak a kapcsolataink, de visszarendeződhetünk, mert ez a Krisztus teste, és újra felmutathatjuk. Nem tudom, hogy ti fizika órán láttátok-e azt a kísérletet, amit még nekem úgy 12 évesen mutattak, hogy vasport szórtak egy papírlapra vagy műanyaglapra, és aztán mágnes tettek alá. És akkor hirtelen a vaspor rendeződni kezdett. És ez történik tulajdonképpen velünk is. Krisztus így az erőtér, a mágneses erővonalak mentén, az Isten szent lelke bennünket rendez. És egy olyan képet alkothatunk, ami mások számára példaértékű. Aztán persze, ha elvesszük a mágnest és szétszórjuk a vasport, akkor megint azt csinálunk vele, amit akarunk. Ilyen ez, amikor egy kicsit megreked, megroskad egy gyülekezet, vagy egy-egy személy élete. De aztán újra oda tesszük a mágnest, akkor minden helyre áll. És ez biztosítja számunkra is az Isten szent lelke ebbe a közösségébe, ebbe a közösségbe. De hozhatnám a habszivacs példáját is. Azt is, ha összenyomjuk, eldeformálódik, de aztán visszarendeződik. És mi is, mint lelki ház, ilyen maradandó szerkezetet élhetünk át, mert ezzel rendelkezünk. Erre van ígéretünk az Istentől. De csak akkor, hogyha ennek a közösségnek, és ti is azért jöttök amellett, hogy hívunk benneteket, és esetleg jóít nektek, hogyha Jézusért jövünk. Ha ő a kohézió, ő az összetartó erő, akkor itt valóban valami rendíthetetlen épülhet. Ez Istennek a jelenbeli akarata. Velünk, veletek is. Hogy minden hiányunk ellenére, minden hibánk ellenére, minden bűnünk ellenére a megromlott közösség helyreálljon vele, és egymással is helyreálljon a közösségünk. Ezt tette a múltban, ezt teszi a jelenben, és ez vár igazából a jövőben is ránk, csak ott már sérthetetlenül. Mert a jövőbenbeli akarata az, hogy azt a mennyei kapcsolatot, ami támadhatatlan, ami bűntelen, ami fájdalommentes, átéljük a halálunk után. Mert nem pusztán annyi az élet, amennyit látunk. Lesz feltámadás. Erről is szó volt a vizsgán. Erről talán ti hallotok, és úgy érzitek, hogy kicsit ismétlés ez az istentisztelet arról, amit tanultunk. De nagyon fontos, hogy ami ott vár ránk, elvehetetlen és sérthetetlen. Nem is tudjuk elképzelni. Zoli bácsi ezt úgy fogalmazta pont a Csabi vizsgáján, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. És valóban nem véletlen jutott neki eszébe ez az ige, mert ez az, ami vár ránk. Valami olyan csodálatos, amiről beszélni nem tudunk. Ezért nagyon fontos, hogy mi is megérthetjük és cselekedhetjük Isten akaratát. Minden, ami történik velünk, minden, amiben vezet minket, annak van alárendelve, hogy létrejöjjön ez, és mi is átélhessük. Hogy van élő közösség az Istennel, és van jó közösség egymással.
Ezért akarja megmondani tulajdonképpen, hogy hova járjunk gyülekezetbe, ki legyen a társunk, mi legyen a munkánk, hogyan gazdálkodjunk a pénzünkkel, legyen a konkrét szolgálatunk, és lehet, hogy egyik-másik még távoli nektek, de közelebb van, mint gondolnátok. És ezeket is annak akarja arra rendelni, hogy ez a helyreállt kapcsolat megvalósuljon. Ő vele és egymással. Ahol egy építményben vagy gépezetben a részegységek a nagy egységet szolgálják, úgy szolgálja a ti életetek is ennek a teljes akaratnak a megvalósulását. Azt mondja az Isten, hogy az az ő terve, hogy az ő királyi uralma, az ő országa megvalósuljon. És ebben lehettek ti is, úgymond munkatársak, már csak azzal is, hogy az életetek így rendeződik vele. Ennek viszont nem minden ember lesz részese. Pál nem akárkit szólít meg ebben a levélben. Azt mondja, hogy a Krisztus Jézusban hívőket és a szenteket szólítja meg. Kik ezek? Nem távoli ez nekünk? Teréz anya? István király? Vagy maga a pápa? Kinek jut ez a mennyei tönkretehetetlen élet? A mi úrunk határozott tanítása a Biblia alapján az, hogy a szentek azok, akiket ő elkülönített magának, arra, hogy az ő akaratát cselekedjék. Ez az elkülönítés pedig annak alapján történik, amiről idáig is beszéltem. Aki új életet kap, aki új nevet kap, aki hisz Jézus Krisztusban, az tehát mind szent. Az atya küldetésében jár, aki keresi az akaratát, annak tulajdonképpen ez a szent élet már itt megadatott a Földön. Tudom, kicsit visszásan hangzik, de én például tudom magamról, hogy szent vagyok. És nem azért mondom, hogy dicsekedjek, pont ellenkezőleg. Ezzel is azt akarom szemléltetni, hogy még egy ilyen ember is lehet szent. Ha nekem lehetséges, akkor itt mindenkinek lehetséges. Látjátok a lényeget? Nem azok a szentek, akiknek van igazoltan két csodájuk, és egyéb 70 év szolgálatuk a nyomortelepen, a lepramisszióban, hanem azok a szentek, akik a Krisztusban hisznek, akik elfogadják az ő bűneinek bocsánatát, akik keresik a közösségét és vele élnek, akik egy gyülekezet élő tagjai, amire mi hívunk most titeket, kedves konfirmandusok. Lehet így indulni, hogy lehettek szentek. Lehet, hogy ez most annyira nem népszerű, hogyha elmondanátok az iskolába, hogy ti épp szenteknek készültök, vagy ezt mondta az Attila, hogy gyertek szenteknek, de higgyétek el, ez a legkívánságosabb élet. És ne csak a fiatalok vegyék most magukra a kérdést, hanem mindnyájan, akik itt ülünk, hogy szoktunk-e így gondolni magunkra, hogy mi tulajdonképpen szentek vagyunk, vagy szentek lehetünk. Ki magára, hogy én az Isten szentje vagyok, megkülönböztetett, kiválasztott személy. Vagy ha még nem vagyok az, látom azt a lehetőséget, hogy nem kell semmi extrát tennem érte, csak kérnem, és lehetek azzá. Kérni Istent, hogy segítsen meglátni azt, ami közöttem és között áll, amit elkövettem, tehermentesítsen ennek nyomorúságától, megbánni azt sok rosszat, és követni őt. És ezért nem kell küzdeni, bár így is nagy teljesítménynek tűnik. Hát valljak be bűnöket, de hát nem csináltam semmit. Kövessem a Krisztus, de hát olyan unalmas. Ha már kicsit foglalkoztat bennünket ez a tudat, ne erőlködjünk, hogy megváltozzunk ember, egyszerűen csak kérjük Jézust. Uram, tégy engem szenté. Azt mondják, lehetséges ez. Ha ez igaz, akkor bizonyíts be számomra. Én például így kezdtem el a hitéletet. Uram, ha te tényleg létezel, mutatkozz be. Eszembe nem jutott volna, hogy azokat fogom utána átélni, amit aztán később átélnem. Ebben mindig ő a kulcs, Jézus Krisztus. Aztán, amikor már ő ebben megfordított, megváltoztatott, akkor persze gyakorolnom kell magamat, mert egy családban sem élhetünk úgy, ahogy akarunk. Mindenhol van egyfajta rend, és vigyáznunk kell erre a szentségre is. Ahogy egy donor listára is ingyen kerülünk fel, mert szükségünk van mondjuk egy szervre, de aztán utána azt gondoznom kell és ápolni. Nem úgy, mint egyik másik szintén híres hollywoodi színész, aki már a második máját iszza el. Mert ennek mindig van következménye. Hogy bizonyos szempontból értem én a félelmetességét, vagy hát nem is tudom, hogy ez egy elég csúnya szó volt, de értem én, hogy tartunk ettől, de könnyű lehet számunkra mégis. Mert kérnünk kell Istentől, hogy adja ezt a szentséget,
és abban is őt kell kérnünk, hogy segítsen megőrizni. Legyen gondunk rá, de nem kell hozzá sem pénz, sem különleges képesség, hanem pusztán kíváncsiság, érdeklődés, vágy, és egy őszinte imádság Krisztushoz. És aztán, amikor szenté válunk, és hívővé, akkor valami olyat kapunk, ami elvehetetlen, elveszíthetetlen és gazdagság. Mert ez jut a szenteknek és hívőknek. Ezt akarja adni Isten mindnyájunknak. Nektek is, kedves fiatalok, és minden korosztálynak, minden egyes személynek, aki itt ül. Elvehetetlen és elveszíthetetlen gazdagságot. Ez pedig a kegyelem és békesség, amit hallunk minden Isten tiszteleten, és már könyökünkön jön ki. Kegyelem és békesség, mi ez? Áldás és békesség, ezt is elcsépeltük már, de mit is jelent tulajdonképpen a kegyelem és a békesség? És szintén ebben a levélben van erre egy nagyon szép igevers. Hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. A kegyelem tehát az, hogy ajándékba kapunk valamit, ami nem járna alapból nekünk. És hogy mit kapunk ajándékba? Hát az üdvösséget. Azt mondja, kegyelemből van üdvösségetek. Ezért nem kell szintén megdolgozni, ez ingyen adatik azoknak, akik látják, hogy szükségük van, és kérik. És tulajdonképpen ez megegyezik azzal a békességgel, ami ennek a köszöntésnek a második szava. Mert aki kapja az üdvösséget, az megbékél az atyával. Megbékél az emberekkel, és megbékél az életében. Mi talán egy kis békességre vágyunk, ne nyúzzon a főnök, ne nyúzzon a gyerek, ne nyúzzon a társam, barátaim, hagyjanak már egy kicsit békén. Jézus viszont azt mondja, hogy nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Olyan békességet adok, amely egészen más, amely helykészítés az atyánál, ami kitart a halál után is, ami megmarad, ami az egész életünket lefedi, és már itt a halál előtt is van hatása. Ebben a helyreállított kapcsolatban a biztosított helyünk a mennyben, amellett megvan a helyreállított jelen is. Mert ha én rendezett kapcsolatban vagyok az Istennel, akkor minden, ami ér, afelől nyugodt lehetek. Mert az ő oltalma alatt állunk, és nyugodtak lehetünk a jövőnk felől is, mert ő reményteljes jövőt biztosít nekünk. Nem bizonytalan, hogy mi lesz velünk most, holnap, vagy akár a halálunk után. Így a küzdelmes életnek és a küzdelmes világnak is van értelme és célja. Mert meg fogunk oda érkezni, amit kitűzött az Isten. Jézus Krisztus biztosítja ezt számunkra, és ez lehet a békességünk forrása. És ez az, amit ingyen kegyelemből kapunk. Olyan ez, mintha a legdrágább földi kincset kapnánk meg egy kérésre, mondjuk a Kohinor gyémánt. Azt mindenki elkérhetné és megkapná, valószínű, hogy élne ezzel a kéréssel. A kérdés, hogy látjuk-e mi ezt a lelki értéket, hogy Isten itt helyre állítja már az életünket, és bomba biztos helyet készít nekünk a mennyországba. Ez nem jelenti azt, hogy ott lesznek bombatámadások, de nagyon fontos, hogy az elvehetetlenségére kell gondolnunk. Semmi ki nem szakíthat minket ebből a kegyelemből. Sem, ha időközben rossz hívővé válunk, ha időközben mogorva keresztény társak leszünk, mert ebből mind újra és újra helyre lehet állni. Micsoda megtartó és helyreállító ereje van ennek. És nagyon fontos, hogy nekünk erre van szükségünk. Ezért ez az utolsó kérdésem a mai napra tőletek, kedves gyülekezet, hogy a tiétek-e már ez a kegyelem és békesség? Megbékéltetek-e már az Istennel? Van-e ilyen nyugalmatok a földi életre és a halálra? Mert ha van, akkor örüljünk neki, mert a legtöbbünk van, amit senki ki nem ragadhat a kezünkből. Akinek viszont nincs, igazából attól is csak egy karnyújtásnyira van. Isten azt kéri, hogy nyújtsuk így ki a hitünk karját, és ragadjuk meg ezt a kegyelmet és békességet. Azt kínálja mindnyájunknak, amit Pálnak. Új életet kaphatunk Jézustól, ebben az új életben küldetést és megérkezést, kereshetjük és megérthetjük az Isten akaratát, kiválasztott, szent, hívő emberek lehetünk, és miénk lehet az a békesség, amit az ő kegyelme biztosít. Már itt a földön, és az örök életre nézve.
Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Megváltunk valóban, Te vagy az, aki mindezt kínálhatott számunkra. Nincs se képességünk, se erőnk arra, hogy bármit is változzon az életünk. Olyan sokszor kell szembesülnünk azzal, hogyha még ki is tűzünk magunk elé egy célt, nagyon sok esetben majd egy következő évfordulón újabb fogadalmakat teszünk a megváltozás fényében. Köszönjük szépen, hogy Te mégis könnyűvé teszed számunkra mindazt, hogy új életet kapjunk, hogy megfelelő küldetésben járjunk, hogy megértsük a Te akaratodat. Köszönjük, hogy valóságossá tudod tenni azt, hogy mi magunk is szentek lehetünk, és köszönjük, Uram, hogy kegyelem és teljes békesség jár ezzel. Kérlek, segíts vonzóvá tenni olyanná, amiért valóban nyúlunk. Segíts felfogni azt, hogy nekünk erre van a legnagyobb szükségünk, semmi másra. Köszönjük szépen, hogy ebben minden benne van. Azt ígéred, hogy miközben a Te országodat és igazságodat keressük, ráadásként azok is megadatnak nekünk, amikre vágyunk, amik a földi szükségeinkben a Te akaratoddal egybe vágnak. Köszönjük szépen, hogy így lehet bizalmunk feléd. Szeretnénk kérni, hogy gerjezd minnyájunk szívébe, de kivált kép a konfirmandusok szívébe, hogy tényleg lehessen akár már ez a mai ünnep, de akár később egy új élet kezdete. Köszönjük, hogy a Te hatalmadban van mindez, és köszönjük, hogy nem kell ennek a félelmétől vagy felelősségétől szorongania egyikünknek se. Kérünk szépen, hogy segíts rád bíznunk mindent. Így kérünk, hogy ezt a mai konfirmációs ünnepet, a fogadalomtételt, a közös úrvacsorázást Te áld meg. És kérünk, Uram, hogy mindnyájan, akik ma itt hallgattuk az igét, hadd mehessünk haza valami személyes üzenettel, még akkor is, ha talán most még nem mocorog bennünk semmi. Kérünk, Te adj választ a mi kéréseinkre, kérdéseinkre. Te adj választ azokra az élethelyzetekre, amiben élünk. Te adj vigasztalást a gyászban, Te adj türelmet a vágyaink beteljesedésének megvalósításában, Te adj bizalmat Te benned, hogy nálad a legjobb helyen van az életünk. Amen.